Már látványra is incsiklandozó ételek készültek ebben a vendéglőben a járvány kirobbanása előtt. 2020 tavaszától sokszor még a megfelelő alapanyag beszerzése is akadályba ütközött. Mivel az éttermek nem fogadhattak vendégeket, és csak elvitelre szolgálhattak ki, jelentős volt a munkaerő elvándorlás is a szektorban. Ez a tendencia 2021-ben is folytatódott. Hiába volt erős a tavalyi nyári forgalom, az nem kompenzálta a teljes év veszteségeit, mondta a 35 perc című műsorunkban Krivács András, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke. 365 napból dolgoztunk 80 napot normálisan. Ez a 80 nap ez arra lett volna jó, arra lehet gondolni, hogy mondjuk a balatoni szezonalitás az körülbelül egy 80 nap. Na most a 4 évszakra húzódó vendéglátás az egy 80 napos vendéglátás és turisztikai attrakció lett 2021-ben. Természetesen a Covid-nak a 4. és az 5. hulláma ez folyamatosan nyomja rá a bélyegét a céges rendezvényekre, elmaradtak a decemberi céges rendezvényeknek a zárópartijai, ugyanígy elmaradnak most a nyitópartik, de egy-egy kisebb meeting, egy-egy kisebb konferencia azért már bejelentkezett sok-sok helyre. Kollégák bizakodnak, nagyon remélik, hogy a 2022-es év az legalább 15-20%-kal jelentősebb lesz, mint a tavalyi, és már most tavalyhoz képest biztosan tudom mondani, hogy ez már most jobb. A múlt évben elsősorban a belföldi turistákra számíthattak a szállodák és az éttermek. Idén már egyre több külföldi vendég is megjelent a hazai piacon, akik átlagosan 4-szer annyit költenek naponta, mint a magyarok. Megjelentek a külföldi lányvállalatok vagy nagyvállalatoknak a külföldi munkatársai, akik a magyar szállodákat erősítik mindenféleképpen, ugyanis itt a napi költése egy külföldi turistának, és most pontot is teszünk annak az ügynek a végére, hogy Budapest miért szereti inkább a külföldi turistát, mint a magyar vendéget, mert a napi költése körülbelül 4-szer annyiba kerül, mint a magyar vendégeknek. És természetesen a magyar vendégek viszont azzal tudnak kompenzálni, hogyha ellátogatnak egy minőségi vagy egy kevésbé frekventált helyre, szép kártyával fizetnek. Ott, akik szép kártyával fizetnek, ott nem nézik meg, hogy mennyit költenek. Úgyhogy egy nagyon nagy dobás volt, hogy a szép kártyát kinyitották tavaly nyáron a szálloda fült elehetett a vendéglátó egységeknél is, és viszont egy nagyon hátrányos helyzet az, hogy most kinyitották, és a kis kereskedelembe is el lehet költeni a szépkártyáknak a zsebeit. Ez viszont nekünk nem tesz jót. A bérek és a dologi kiadások emelkedése, valamint az infláció miatt januárban 15-20%-kal emelték áraikat a vendéglátó szektor szereplői. Krivács András úgy számol, hogy pünkösdig további 10%-os áremelésre kell a turistáknak számítani.